Most tudjuk-e tartani azt a vállalásunkat, hogy az év végére az infláció egy számjegyű lesz? Erre fogadni is szabad szerintem, tehát biztatok mindenkit, hogyha a fogadóirodák esetleg nyitnak ilyen téteket, akkor azt érdemes megtenni, mert azokat az intézkedéseket, 20 döntést, amit az inflációval szemben meg lehet és meg kell hozni, a magyar kormány már meghozta. Tehát ugyan a szervezet még beteg, lázas, de már megkapta az injekciót. Tehát a láz lehúzó injekció bent van a szervezetben. Csak kell egy kis idő, mint a betegségek esetében általában, amíg a szer hatni kezd. Én úgy gondolom, hogy ez már március hónapban érzékelhető lesz. Tehát lassulni fog az áremelkedésnek a mértéke, és arról fogunk beszélni hamarosan, hogy azok az intézkedéseket, amiket a kormány meghozott, azok már kifejtik a hatásukat, és ha nem kalibráltuk el, és azt hiszem, hogy elég óvatosan terveztünk, akkor ennek az infláció lassulásnak az lesz az eredménye, hogy az év végén, december per december alapon az infláció egy számjegyű lesz.